Már újra kinyitottak a boltok vasárnap, miután már a kúria is döntött, hogy lehetne népszavazás a vasárnapi boltzárból. Ezt megelőzendő a kormány úgy döntött, hogy jó, hát akkor legyenek ismét nyitva vasárnaponként a boltok. De azóta számtalan kérdés nincs rendezve. Például, hogy milyen formában, mennyiért, hogyan dolgoznak, pihenőnap, ünnepnap. És akkor időről időre jönnek a hírek, hogy ne is legyen minden vasárnap munkával töltve, a KDNP-nek lett egy újabb ötlete, aztán Szatmári Kristófnak is lett egy újabb ötlete, aztán Kósa Lajos is nyilatkozott is ezzel kapcsolatban, és akkor legfrissebben annyit tudunk, hogy a Fidesz-KDNP a kiskereskedelmi rendszer működésével kapcsolatban két kötelező vasárnapi és szombati pihenő napot íratna elő. Dávid Ferenc a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most akkor hol tartunk? Meg gondolom vadul egyeztetnek, és akkor majd jól megállapodnak, hogy a nemzeti érdek az mit kíván. Hát vadul egyeztetünk, az túlzás, bár ma volt a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma, de ma nem ez volt a napi rend, és meg is egyeztük, hogy hát egyrészt ugye beszélni kéne már a nagypéntek ügyéről, erről már hosszabban beszéltük, ezt most nem betűzzük elő még egyszer. Most ezt ugye elnézést, beszélni kéne a nagypéntek ügyéről. De ezt most akkor tényleg ne. És hát felvetődött, hogy ezt az egész kaotikus helyzetet, ami most már kialakult a vasárnapi nyitvatartás körül, ezt jól lenne rendezni. Tényleg már boldog-boldogtalan nyilatkozott róla, tehát tényleg kormányzati frakció vezető, kisebbi kormánypárti frakció, Szatmári Kristóf is nyilatkozott, mindenki beszél valamit, de fogalmakkal nincsenek az a helyzet tisztában. Illetve valamilyen úton, módon ez a torkukon akadt ez a dolog. Most hát gondoljon bele, 2014 decemberében fogadta el a parlament ugye a vasárnapi zárvatartást, 2014 nyarán elkezdődött már a box. Két és fél éve valahogy fennakadt ez a dolog, hogy most már valahogy korlátozni kellene itt a szombat-vasárnapi igen, nyitvatartást is. Most ebben minden, tehát bevezetőleg azt mondanám, hogy ugyanoda fogunk jutni, ha ilyen módon, ilyen szakmaiatlan módon próbálják masszírozni ezt a kérdést, hogy akkor hangsúlyozni szeretném, a nagyok fogják tudni megoldani ezt a kérdést, és a kicsik lesznek megint a vesztesek. Tehát, hogyha tovább szorítják a nyitvatartás, a munkarend, a műszakok, mert ugye különböző fogalmakat használunk, hogy meddig lehet nyitva a bolt, hány műszak teljesíthető, és milyen munkarendben dolgoznak az emberek, ennek csak a kicsik lehetnek a vesztesei, hisz nekik kell majd plusz létszámot felvenni arra, hogy ki tudják adni a hirtelen megnövekedett szabadnapokat. A nagyok egyébként sokkal rugalmasabban fogják tudni, gondoljon bele, a legnagyobb magyar kereskedelmi, multinacionális kereskedelmi vállalat 18 ezer embert foglalkoztat. Ő meg fogja tudni oldani, hogy a létszám megkapja a megfelelő pihenőnapokat, szabadnapokat, és dolgoztasson. De az a 8-10-12 fős bolt, ezt hogy fogja megoldani? Én nem tudom, de Szatmári Kristóf, amikor nyilatkozott a Magyar Időknek ezzel kapcsolatban, pár nappal ezelőtt, akkor ő a kiskereskedelemről beszélt, és arról, hogy a kiskereskedelemben alkalmazott munkavállalóknak a javítása, a helyzetének a javításán dolgozik most már nagyon a kormány, és Szatmári Kristóf a kereskedelem politika kormányzati összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott miniszteri biztos. November 12-ig csak meg kell nézni a kinevezését. Én megnéztem. Nem, mi lesz november 13-án? Nem tudom, mi lesz, de addig van megvízva. De ez nincs jelentősége a dolog. Hogyne lenne? Innen el nem megyek akkor addig, amíg meg nem. Hát én már honnan tudom, hogy miért addig van? Addig van május valahanyadikától november 12-ig tartom megvízesen. Milyen nap az? Az 11-e péntek, akkor 12-e szombat. Vasárnaptól ne? Pont vasárnaptól. Hát most lehet, hogy ennek is van valami jelentősége. Valami, akkor lehet, hogy vasárnap már bezárnak. De egyébként, ha a Szatmár nyilatkozott megnézi, abban van egy még egy édesebb adat. Hát az, hogy a munkavállalókért küzdenek a kormány oldalról, ez tisztességes, látom, egy szakszervezeti kormány. De abban a nyilatkozatban az is benne van, hogy a munkaadók érdekébe teszi. Na, én akkor dobtam el a kalapácsot. Hát ön is a munkaadókat hát pontosan azért, de most az, akkor tennének igazán jót velünk, ha nem törődnének már velünk ennyit, hanem, és ugye ezt is már sokszor elmondtam ennek, van egy világos, egyértelmű VOSZ javaslat, amit két nagy szakszervezeti szövetség támogat. 25-ször mondom el, hogy két szabad vasárnapot a munkavállalóknak, a másik havonta, a másik kettőbe egyen osztozzon, hogy a munkaadó rendelheti el a másikat, munkavállaló szabad döntése, 50% helyett 100% pótlék, és az, hogy a gyermekeket, egyedülnevelőket ne lehessen vasárnap beosztani. Ezt egy sima munkatörvénykönyv módosítással meg lehet oldani. Azt, amit ön idéz a Szatmári féle nyilatkozatban, aminek mi nem láttuk a leírt koncepcióját, tehát nincs előterjesztés. Ez pontos, azt mondta. Hát, tehát, hogy itt akárhány pontos lehet, én nem láttam, nem olvastam, csak újságokból értesülök ezekről a
kérdésekről, ez már a kereskedelemről szóló törvényt is módosítatja, de sokkal bonyolultabb, szerteágazóbb módosítást igényel. És még az idén? Még az idén? Idén, de akkor nem, de most teljesen kétségbe vagyok esve. 13-ától ki fogja majd a kereskedelem politika kormányzati összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott miniszteri biztosi posztot betölteni, és mi lesz az 5 ponttal, és Szatmári Kristóf azt mondta, hogy még az idén az ünnepnapok, a pihenőidő, a műszakrend és a bérpótlék a kérdését. Ennyire nem kell aggódni, több ok miatt. De nem kellene ennyire aggódni. Először is azért hál' Istennek van Magyarországon nemzetgazdasági minisztérium, és annak van minisztere. Egy, kettő. Jó, de ezt Szatmári Kristóf vívta ki. Szatmári Kristófnak nem csak ez a rendfokozata, hogy miniszteri biztos, hanem a vállalkozás fejlesztési kabinetnek is a vezetője. Tehát annak nem leáll le a mandátuma. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy szakember kezébe kerüljön el az ügy. Meg országgyűlési képviselő. Az is. Sőt, még sok más is. Volt kamaraelnök is. De egyébként meg, oké, most a munkaadók aggódnak, vagy most így azt mondom, a munkaadók aggódnak, de a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség az pedig azonnal reagált is, hogy támogatja a vasárnapi munkavégzés korlátozását. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség, azért nyugodtan kimondhatjuk, egy kamu érdekképviselet. Nem mondjon már ilyet. Na, most hagyd mondjam végig. Azt is bizonyára tudja, hogy ennek a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetségnek az elnöke, meglepő módon, teljesen meglepő módon a miniszteri biztos édesanyja. Jél Angéla. Igen, hát a családban leegyeztették a dolgot. Ő a mama? Ő az édesanyja. Igen. Tehát Szatmári Kristóf, a kereskedelem politika kormányzati összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásával megbízott miniszteri biztos november 12-ig, édesanyja által vezetett Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség támogatja a fia által is támogatott vasárnapi munkavégzés. Ez normális, mert bizonyára nem alakul ki vita, családomból ezt nagyon jól le lehet családi körben egyeztetni a dolgokat, nekem is ott szokott a legjobban sikerülni, de azt nem értem, hogy egy ilyen kamu érdekképviselettel egyeztetnek, de az országos reprezentatív... Jó, hát anyámmal egyeztetek én is, hát az nem olyan nehéz. Hát én sem mondtam, hogy nehéz, csak nem biztos, hogy mindenki számára kielégítő. Tehát én azt gondolom, hogy azért mégiscsak meg kellene kérdezni a munkaadók és gyáriparosok országos szövetségét, meg kellene kérdezni a reprezentatív szakszervezeteket, mondjuk a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetét, és ha nem tartja nagyképűnek, akkor azt mondom, hogy a vállalkozók és munkáltatók országos szövetségét is. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség nem reprezentatív munkaadói szövetség, egy szűk kört képvisel, ha megnézi az alapítókat, nagyon jól lehet látni. Nyilvános lista van róla, hogy kialakította, 12 alapítóból körülbelül 4-5 a CBA körhöz tartozik, egyébként érdekes módon a Szatmári Kft. Is benne van. Tehát én azt gondolom, hogy itt az egyeztetést ki kellene nyitni, és valóban az érdekeltekkel kellene ezt a dolgot megvitatni. Ugyanez az érdekképviseleti szervezet volt a vasárnapi zárvatartás egyetlen nagy pártolója. A mama. Az általa vezetett érdekképviselet. De még egyszer mondom, ezt mi azért a szakmában, illetve az egyeztető fórumokon, mi nem jegyezzük ezt az érdekképviseleti szervezetet, és például, hogyha... Lehet, hogy rosszul teszik, mert nem baj, az nem baj, előbbre járnának, Ne, vegyük komolyan. Ugye van a versenyszféra és a kormány érdekegyeztető fóruma, ezt ön is tudja, állandó konzultációs fóruma, amelyik ma is összeült. Na most azért ezt el kellene dönteni, hogyha a munkavilágát szabályozó kérdés, ugye és itt ugye a munkatörvénykönyvéről van szó, vagy a kertörvényről lehet szó, akkor én azt gondolom, hogy ezt csak velünk lehet megegyeztetni, és nem mindenféle odasonforduló érdekképviseletekkel. Tehát eszébe ne jusson senkinek egy ilyen egyeztetésre odahívni a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetséget, mondjuk a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumához, mert akkor a BOSZ ebben nem vesz részt. Tehát mi csak komoly, valós tagsággal rendelkezünk. Nagyon rendes asszony. Hát persze, hogy rendes asszony. Hogy jöjjön már oda? De ne jöjjön, akkor mint annyi rendes asszony, mert maga is oda jöhetne, maga is bizonyára az, nem? Én nagyon rendes asszony vagyok. Én is ezt gondolom, de mégse fogjuk oda hívni magát erre az egyeztetésre. Hát most az vérig sértett. Jól van. Hát szabad. Már megsértődni, megsérteni. Azt hittem, hogy sértegetni a műsoretetőket. Műsoretetőt nem sértegetünk. Ha már a mai egyeztetés többször szóba hozta, most a járulékcsökkentésről egyeztetek. Igen, előremutató jó egyeztetés volt a mai. Mert ezt Varga Mihály már többetszer is megismételt, ma Lázár János is beszélt, bár keveset erről, ő inkább azt hangsúlyozta ki, hogy itt
30-40%-kal kell, hogy növekedjenek a bérek pár éven belül. Nyilván ennek hatására, vagy nem tudom, hogy értette, de kell, hogy növekedjenek a reálbérek. Mindannyian megállapodtunk. Ma az első olyan beszélgetés volt, még kormányzati anyag nem volt, tegnap ott kormányülés, ahol járulékcsökkentési koncepciót tárgyalt a kormány, de mintha nincs még kiegészesedett anyag, ezért beszélgettünk. De egyébként lehet értelmesen beszélgetni is, és azért olyan irányok megfogalmazottak, hogy például ugye a miniszter úr jelezte a tegnap előtti nyilatkozatában, hogy 5-6 éves távlatban gondolnánk el ezt a járulékcsökkentési programot, mi egy rövidebb, 3-4 éves távlatban. Aztán beszéltünk arról, hogy nagyon vigyázni kellene arra, és ezt vállalkozói szempontból is fontosnak tartom, és morális szempontból is, hogyha itt lesz egy jelentős, és majd látérnek, hogy mit tartok én jelentősnek, a jelentős érdemi járulékkedvezmény, amit a vállalkozók kapnak meg, ez is már kezd kialakulni, hogy elsősorban itt a vállalkozók fogják a járulékkedvezményt kapni, nem a munkavállalók, ennek foglalkoztatáspolitikai magyarázata van, akkor nagyon vigyáznunk kell arra, hogy ez csak és kizárólag a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal, a rendezett adókapcsolatokkal, a jogkövető vállalkozók kaphassák meg. Azok ne kaphassanak járulékkedvezményt, akik mondjuk színletszerződéssel dolgoztatnak, vagy ad abszurdum feketén foglalkoztatnak. De ezek nem szoktak kiderülni, se a színlet, se a fekete. De azt kell mondanom, hogy most például, amikor mi szoktuk mondani, hogy mennyi fölösleges dolgot ellenőriz a NAV, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, illetve a munkaügyi felügyelet, azt gondolom, hogy itt lesz feladatuk megnézni, hogy a bérkommandót nem szeretnénk, azon már túl vagyunk. De az, hogy az állam, amelyik lemond egy költségvetési bevételről 100 milliárdos nagyságrendben, azt megkövetelje, hogy csak azok kapjanak járulékkedvezményt, akik tisztességes munkáltatóként, szerintem ez teljesen normálisnak tartom. És ez most ennek úgy lesz a menete, hogy a vállalkozás kapja, tehát a munkaadó. Vállalkozó munkaadó. Nyilván, tehát munkaadó kapja a járulékkedvezményt, és az, hogy most ez a bérekben, tehát nem a bérekben érvényesül ez a járulékcsökkenés, tehát hogy a kevesebb járulék befizetése. Forrást hagyott. Hanem akkor forrást hagyott a vállalkozó, és ennek fejében elvárjuk azt, hogy a vállalkozó meg emelje a béreket. Igen. És ez így is lesz? Ott, ahol feszült munkaerőpiaci helyzet van, ott oda fogják adni. De én azt gondolom, hogy ott is ki kell találnunk egy olyan fajta szabályrendszert, egy olyan fajta ösztönzőt, persze jó lenne egyszerűt kitalálni, és nem túl adminisztratívan, nem túl bonyolultat, ami kikényszeríti, hogy ez a bér kifizetésre... Ezt a vállalkozók le fogják nyelni. Tessék? Ezt kell megakadályoznunk, ez a Nemzeti Adóhivatal és a különböző társadalombiztosítási bevallások alapján lehet látni, hogy hol volt vállalkozói szinten béremelés, vagy nem. Tételezzük fel, hogy megnézzük, hogy egy vállalkozás átlagkeresete hogy változott egy év alatt. Ha látjuk, hogy nem változott, akkor látjuk azt, hogy lenyelte. Nagyon fontosnak tartanám, mert a mérték, ugye az tudjuk, hogy Magyarországon nagyon fontos. Tehát mi azt mondtuk, hogy egy viszonylag rövid időn belül, tehát 3, maximum 4 éves program legyen, a körülbelüli cél... Százalék. Tehát a mai 27%-os társadalombiztosítási járulék, vagy... ki nem fogom mondani, szociális hozzájárulási adó már nem járulék. Igen. Szocho, de hadd maradjunk a TB járuléknál, mert azt mindenki érti, hogy ez a 27 csökkenjen le 10% ponttal, tehát menjen le 17-re. Ezt mi úgy javasolnánk, mondom, még a beszélgetés elején vagyunk, hogy az első évben legyen radikális, hogy higgye el a vállalkozói kör, legyen egy olyan lélektani hatása, hogy itt nem viccről van szó, tehát nem arról van szó, hogy elkezdünk 0,5%-ot maszatolni, hanem lépjek meg egy 4-5%-ot az első évben, ez brutálisan nagy szám, és a maradék hátralévő 2 évben még egyszer 2,5-3%-kal csökkentsék a járulékot. És így jöhet létre ez a 10% pontos csökkenés. Ezt mi azt gondoljuk, hogy ez ki kell, most jó költségvetési helyzet van, viszonylag azt gondoljuk, hogy valóban feszít a munkabér kérdése. Valóban igaz az, hogy nálunk a legmaga a versenytársaink között, most nem mondom az egész Európai Uniós összehasonlítás, de itt a cseh, lengyel, szlovák összevetésben is jelentősen a legmagasabbak a bértárak Magyarországon, arra a szintre akarjuk levitetni és levinni. Hát kíváncsi vagyok, jó tárgyalást, köszönöm, hogy itt volt.